A Városi Képviselőtestület június 16-ai ülésén az egyebek napi rendi pont keretében dr. Gémesi György polgármester tájékoztatást adott arról, hogy Pece Dániel, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselője, társadalmi megbízatású alpolgármester, június 30-ával lemond erről a tisztségéről, de továbbra is képviselő marad. Arról, hogy ezt a tisztséget újra betöltik-e, ősszel születik döntés. A napi rendi pont keretében Gémesi György elmondta, a Zöldhíd Régió Kft. Levélben jelezte az önkormányzatnak, hogy nem tudja ellátni a hulladékszállítást július 1-től Gödöllőn sem, mert gyakorlatilag csődbe ment a jogszabályok miatt. Sem szakmai, sem más okot, indokot a Zöldhíd Régió Kft.-vel kapcsolatosan se a külső vizsgálat, se az állami szervek vizsgálata nem állapított meg. A cég nem számlázott április 1-től, ahogy a jogszabály ezt előírta a cégnek. Az állam nem kompenzálta az elmaradt bevételt, de pályázati finanszírozást helyezett kilátásba, amit vagy elnyer a cég, vagy nem, így elvileg a katasztrófa védelem fogja elszállítani a hulladékot a jövő hónaptól. A kiírt pályázat arra ad lehetőséget, a jövőbeni veszteségeket kell beírni, ami a működőképességet biztosítja. Ugye arról beszélt ma reggel a rádióban, idefele hallottam, hogy 25 milliárd forint áll rendelkezésre ezeknek a forrásoknak, ezeknek a problémáknak a kezelésére. Ez nagyon érdekes, hogy rendelkezésre áll, és az általunk talán 3 héttel elkezdődött utolsó vész harangot is megkongató levélre sem érkezett érdemi válasz. Nem, válasz se érkezett. Tehát válasz se érkezett. 30 millió forintos nagyságrendet kellene befizetnünk, ezt nem tudja bevállalni a város, nem is teheti meg, de nem is tudná bevállalni. A mai hírekben azt hallottam, közel 60 társaság kért kiegészítő forrást a működéséhez, úgyhogy nyilván ezt majd valaki valamikor eldönti. A katasztrófa védelem meg megtárgya a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon, hogy akkor milyen formában küldenek pénzt, vagy adott esetben látják el ezt a feladatot. Másik fontos téma volt az iskolák államosítása. Mint a polgármester elmondta, nem tudni például, hogy mi lesz a bérleti díjakkal, vagy hogy lesz-e felújítás a jövőben. Ezt tudni kell, hogy összes tornaterem elmegy. Tehát minden elmegy, mindent ők fognak kezelni. Vége ennek, hogy mi megcsináltuk a városunk belül a sportklubok közötti egyensúlyt, hogy ki mikor és hogyan használhatja ezeket a létesítményeket, vagy ha a nyugdíjas egyesület szeretne bemenni, mint ahogy most például a nyugdíjas nap a Török Ignác gimnáziumban volt, akkor bérleti díjat kell fizessen a saját tulajdonunk használatára. Ez nonsense. Gödöllő a lehetetlen helyzet ellenére eszközöl még az idén felújításokat az állami tulajdonú iskolákban, de egyre inkább a város kezében maradó óvodákra koncentrál. Az állam, mivel elveszi az iskolákat, nagyjából 175 millió forintot is elvon városunktól, amiből majd juttat vissza működtetésre az intézményeknek is. Tudni kell, a mostani számításaink szerint 150 és 200 millió forint adót vetnek ki az önkormányzatra, tehát meg fogják adóztatni az önkormányzatot, még ezt nem hallottam egyébként eddig semmi országban. Ő elviszi a pénzt, és aztán annyit ad vissza, amennyit gondol. A mostani tapasztalat, mert több mint 1000 iskola már átkerült ugye a kis települések részéről, 3000 alatti településeknél automatikusan elkerült az iskola, és ott a működtetést is elvitte az állam a fenntartás mellett, és ez azok a pénzek, amiket levontak ezektől a településektől, jelentős helyen nem ment vissza az iskolára. További napi rendi pontok között pályázat alapján Tiborcné Garai Katalin az intézmény eddigi vezetőjét választotta meg a Gödöllői Zöld Óvoda vezetőjének. A képviselők módosították a város idei költségvetési rendeletét, valamint az önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervét. A képviselőtestület szándéknyilatkozatot ad a LIR Kft. Részére arról, hogy a cég melletti területen parkolót alakítson ki, amíg ott meg nem épül az elkerülő út. Az önkormányzat pályázik egy korszerű melegítő tárolókonyha kialakítására, valamint a mesékháza óvoda üresen álló része felújítási költségének felére 20 millió forint értékben, továbbá 30 millió forinttal megemelte a művészetek háza felújításra tervezett 245,5 millió forintos keretét.